hogy amikor Miskolc szerepel a híradóban, mindig negatív példaként kerül bemutatásra. Ezért döntöttünk úgy, hogy saját erőnkből bemutatjuk a város példaértékű, kulturális, természeti és klimatikus adottságait, amelyekre mi, Miskolc X-esek büszkék vagyunk. Ez itt Miskolcon a Városháztér, itt található a Városháza, illetve a Megyeháza, valamint itt van Széchenyi Istvánnak a szobra, aki Miskolc városának is nagy mecénása volt. Ez itt a Szent István tér, rajta Szent István királynak az egész alakos szobra, Szent István király városunk védőszentje, ez a tér a miskolci fiatalok kedvenc találkozási helye. A háttérben a vulkánikus eredetű Avasi hegy található, rajta az Avasi kilátó, amely városunk egyik jelképe, illetve a gótikus Avasi templom mellette pedig a harangtorony. Háttérben látható a Miskolci Nemzeti Színház, amely hazánk első közszínháza volt. A színházi előadások mellett tartanak itt a Miskolci Nemzetközi Operafesztivált, és fellépett már a színházunkban Latinovics, Agárdi, Súlyok és Bilicsi. Yeah, let's go to the beach. Az Európában egyedülálló barlangfürdő, vízével és látványával nem csak a hazai, hanem a külföldi turistákat is vonza. Miskolctól 10 kilométerre a Bükkecseg által követ Festői Völgyben található Európa egyik legjobb adottságokkal rendelkező kastélyszállodája, a Hotel Palota. Eklektikus stílusban épült kastélyt, függőkert, vízesés, park és csónakázótó veszi körül. Ilyen szép nyári estéken a miskolci fiatalok szívesen töltik szabadidejüket a Diósgyőri várban. Nyári színház és fesztiválok színesítik a miskolci programokat. A vár Nagy Lajos király idejében élt a fénykorát, feleségének Izabellának szánta a NASZ ajándékul. A papír 200-ason is megcsodálhattuk Magyarország és Miskolc egyik legjellegzetesebb műemlékét, amely az ide látogatónak maradandó élmény nyújt. Right now! Miskolc a mi város!